Ma megpróbálok mindent egyedül megoldani. Ami sikerülni is fog, ha mindenki teszi a dolgát, annak rendje és módja szerint, Vili? Jaj, ne! Négy percem van, hogy Dokihoz vigyem Stukkert, úgyhogy szeretlek, puszi, pá! Rendkívüli SMK gyűlést tartunk ma 5-kor, ugye ott leszel? Keddes te babysitter találni képtelenség, de semmi gond. Megoldod, csak akarat kérdése. Mi van már a beütemezve? Brutál késésben vagy a marketing meetingről. Miért nem szóltál elő, basszus? Tök égő, hogy elkések az első foci edzésemről. Sajnálom, oké, én igyekszem. Akkor igyekezz jobban! Baszd meg, baszd meg, baszd meg! A süti vásáron nincs BPA, se MSG, se BHA, se BHT, se szezám, se szója, és persze nincs dió, se tojás, se tej, se vaj, se cukor, se só, se búza. Nem. Hogy mondtad? Próbáltam tökéletes anya lenni, de belefáradtam. Elég volt. Azt mondtad az anyaságról, amit én is éreztem, csak nem mertem kimondani. Most már annyi kicseszett szabály van! Ne büntesd meg a gyereket! Ne mondj nemet a gyereknek! Túlhajszoljuk magunkat, hogy a srácaink életét habkönnyűvé és mesésé varázsoljuk. De már eleve habkönnyű és mesés az életük. Legyünk rossz anyák! Benne vagyok. A rossz anyákra! Bocsika! Szedd össze magad! Le kell nyomnunk a stréber anyákat. Azokod boltban vett kézfánkok, Amy? Ezért még drágán megfizetsz. Azt mondom, szivassuk meg a bigét, de mint az állat. Zsír. Azt a kurva, szoptatós melltartó? Mintha egy darab henger alakú mellett lenne. Csík-cici. Ez a szexi melltartó. Olyan, mintha többször körbe tekerted volna magad raktapasztal. Igen, egy újat se érnék hozzá, kemény. Beszarás. Olyan, mint egy szemmaszk, amit a frigóban hagytak egy hétig. Az az érzésem, hogy megtagadod a nőiességedet. Behalok. Ken, klasszikus plötyi. Mi az a plötyi? Sose áll fel neki igazán, úgyhogy kénytelen vagyok összehajtogatni a farkát, mintha a lufi állatkát csinálnék, aztán magamba tuszkolom. Édesem, ez rémesen hangzik. Igen? Néha még a golyóit is beszuszakolom, mert azok legalább alapból kemények. Nincs semmiféle visszajelzés, hogy jó munkát végzel-e. A fiam még mindig nézi a Szezám utcát, és magas neki. Az enyém korepetálásra szorul. A lányom lopott egy hajléktalan nőtől. Baszki, de imádom őket, most is szó szerint meghalnék értük. Arra gondolok, hogy az a lóbaszó kölyök egyetemre megy, legszívesebben bűnnék, mint egy gyerek. Minden gyerek egy ajándék.